Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Köszöntöm a podcast hallgatóinkat, ez egy értágító, és hát most már elég régen nem gyűltünk így össze hárman itt a szerkesztőségből. Én Lenkár Péter vagyok, de itt van Rupás is Csilla kolléganőm. Mindenkit szeretettel köszöntök. Illetve Kis Lóránt kollégám is. Uff! Hoztunk négy témát, ezekkel fogunk foglalkozni ebben az értágítóban. A YouTube csatornánkon lehet ezt is megtalálni, mint ahogy azt most már remélem, hogy kezditek megszokni. Vagy a honlapunkon lehet oda keveredni egy kattintás után, vagy pedig Facebook oldalunkon is egy-két kattintás, és már is itt vagytok a csatornán, vagy inkább ott vagytok a csatornán. Bele is vágunk itt rögtön az elején, hoztunk négy témát, ahogy azt már ugyancsak megszokhattátok, és olvasással fogunk foglalkozni, mármint nem fogunk nektek itt olvasni, hanem inkább arról fogunk itt tanácskozni, hogy ki milyen könyvet olvas, milyenek az olvasási szokásaink itt nekünk, illetve mik a tendenciák most ebben itt a 21. század elején. Ugye régebben a könyvek dominálták az olvasás lényegét, manapság azért ez már úgy picit kijebb terjedt ez a dolog, tehát több opciója van az olvasásnak. Nagyon érdekes, mert ahogy beszélt Péter, így eszembe jutott, ugye, hogy hát attól függ, hogy hány éves vagy. A gyerekek azok a rendszámtáblákat kezdik el olvasni, az az első olvasási szokásuk, aztán pedig a feliratokat, de mostanság meg már a reklámok is annyira bombáznak bennünket, hogy elkapdossa a szemünket, és aztán azt is olvassuk, de tudom, hogy nem erről szól ez a műsor, hanem a kultúráról tulajdonképpen, hogy hol olvasunk, meg mit olvasunk, mert ugye nagyon sok lehetőség van most már, bár szerintem a papírnak a varázsa, az illata és a tapintása az soha nem fog kimenni a divatból, én nagyon szeretek könyvet a kezembe venni és úgy olvasni. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a papír alapon működő olvasás az meddig lesz még életképes, akkor azt is számba kell venni, hogy tehát egy ideig még lehet papírt készíteni, hogyha amíg vannak fák, ugye? Jaj, rögtön azonnal közbeszólok, egy ideig még lehet internetet böngészni, amíg lesz áram, igen. Na. nagyon drasztikusan elvittétek a témát az extremitásokig. Én azt vettem észre így az elmúlt 30-35 év alatt, mióta élek, hogy tényleg még annó régen nagyon, nagyon egysíkú volt a dolog, tehát voltak újságok, voltak könyvek, voltak magazinok, folyóiratok, stb. Aztán ugye, ahogy kezdett beszivárogni mondjuk a rádió, vagy a televízió az életünkbe, akkor már nem fecséreltük arra az időnket, hogy betűket meg szavakat rakosgassunk össze a fejünkbe, hanem figyeltünk arra, amit mások mondtak, és onnan kezdtük el elképzelni a történeteket, vagy azokat a híreket, amiket mondjuk a rádióban vagy a tévében hallottunk. Aztán ugye itt van, ahogy Csilla is mondta, az internet nekünk, és igazából már nem kell azért fáradoznunk, hogy megfogjuk azt a könyvet, leemeljük a polcról, hanem egy-két kattintással ott van az a cikk, az a akár könyv, ugyebár nem feltétlenül kell könyvformájában szerepeljen, hanem a kijelző vagy a monitoron át is el tudjuk olvasni, illetve a könyvvel kapcsolatban ugye azt se felejtsük el, hogy hát nem új keletű, de azért újdonság azért sokaknak például a hangos könyv, ami ugye arról szól, hogy egy illető vagy akár többen is felolvassák azt a könyvet, és te audio formátumban meghallgatod. Ami szerintem
ugyan sokan elítélik ezt, mert azt szokták mondani, hogy azért az olvasás sok mindenben segít, illetve a fantáziádat is beindítja, illetve hagyja, hogy te rakd össze a kis fejedben azt a világot, amit az író leír, de szerintem például a hangos könyv sem akadályoz meg ebben túlságosan. Hát a hangos könyv nem, abban esetleg bele lehet aludni, hogyha éppen olyan állapotban van az ember. Aludni. Igen. A hangos könyvvel nekem egy problémám van, hogy ugye minden... Hangos. Na, igen, ez a második, de azon lehet segíteni. Nem, hanem mindjájunknak megvan az a hangszín, ami befogadható, és van olyan, ami nem. És aztán, hogyha egy olyan hanggal találkozok hangos könyv alakjába, amit nem jó a fülemnek, hát akkor azt a könyvet nem fogom elolvasni. Én azért mindenképpen tennék egy olyan... különbségtételt, akkor nevezzük így, vagy kategóriát az olvasáson belül, hogy szerintem akkor két dolog miatt olvasunk, egyrészt információszerzés szempontjából, vagy annak okán, a másik pedig azért, hogy úgymond művelődjünk, vagy megismerjünk olyan... Hát azon belül már igen, de tehát van az információs szerzés szempontjából történő olvasás, illetve van az úgymond akkor a kikapcsolódás vagy műveltség fokozása, vagy megismerni új egyáltalán elindítás. Megismerni új regényeket, vagy megismerni olyan régi regényeket, amelyek alapművek a világ irodalomban. És akkor igen, tehát persze mind a kettő belül megvannak a maguk archetípusai, tehát mondjuk régebben információs szerzés szempontjából esetleg vagy hallottál valakitől valamit, egy új információt valamivel kapcsolatban, vagy hogyha érdekelt valamilyen dolog, mondjuk tudományos, akkor egy enciklopédiát vagy egy lexikont fellapoztál, vagy pedig esetleg amikor már megjelent az újság, tehát a sajtóírás, illetve az újságírás, akkor meg már mondjuk abból szereztél információkat. Na most a másik része, ugye akkor nevezzük úgy, hogy annak a fajta tudásnak, vagy inkább akkor a kultúráltságnak a magja, az pedig tényleg az a klasszika, a filológia, illetve az irodalomnak a megismerése, amely, tehát a kettő között mondom, tényleg különbséget kell szerintem tenni. És ebben a modern korban, mondjuk ugye mondtad te a hangos könyvet, vagy ott van akár az e-book is, Mi a különbség amúgy a kettő között? Hát az e-book az olyan, mintha lenne egy könyvet, csak éppen digitális, igen, de nem hangos. Jó, igen, beugrott. Tehát ugye van ez a kétfajta lehetőség, hogyha már digitális olvasásról van szó, tehát mondjuk akár irodalmi műveknek a megismeréséről, hogy akkor van a hangos könyv, vagy az e-book. Viszont, hogyha már e-book, vagyis bocsánat, akkor, hogyha már hangos könyv, akkor ennek meg mindenképpen az elődje az maga a rádió, hogyha belegondoltok, hiszen régebben ugye, amikor beindult akár az a napi szintű és úgymond tehát napi lebontású a rádióadások működtetése, akár az Egyesült Államokban, akár Európában, akkor tudjuk azért, hogy mentek a rádiójátékok folyamatosan, ugye. És akkor az emberek azt hallgatták, az egyfajta hangos könyv elődnek tekinthető. És milyen jó volt az, amikor egy-egy színdarabot lehetett hallani. Én például a Kaméliás Hölgyre emlékszem, vagy a Mézga Család volt az még, ami volt a rádióban, és ugye mindenki a saját hangján beszélt, nem mint egy felolvasás. Ugyanazon a hangon. Igen. Visszakanyarodva, amit mondtál, hogy a hangszint meg a hangos könyv kapcsán, én egyszer próbáltam meg elolvasni egy hangos könyvet, de annyira idegesítő volt, hogy egy úriember próbálta szerepeltetni az összes szereplőjét a könyvnek, és ezt úgy oldotta meg, hogy mindenkinek más hangot adott, és egy idő után nagyon idegesítő volt, főleg mikor ilyen picit ilyen tájszólással is próbált operálni az illető, és aztán úgy, hát nem tudom, úgy a 32. oldalnál abba hagytam és kikapcsoltam. A másik, amit te mondtál ennek az egésznek a fejlődése, inkább ezt akarom mondani, ugyebár a következő, talán a legmodernebb része pedig mondjuk a film, mert ugye rengeteg olyan film van, ami adaptáció után készült, tehát egy könyvből
rendeznek egy filmet, és ugye beszéltünk már korábban arról, hogy ugye bár az oktatási rendszerben az az alapvető dolog, hogy elolvas egy könyvet, de például azt valamilyen szinten lenézik, illetve a hétköznapi beszélgetésben is szokott az elhangzani, hogy de olvastad a könyvet, mert az jobb, mint a film. Ez szerintem azért nem mindig így működik, tehát nem feltétlenül kell ennyire sznobnak lenni, hogy hát, hogyha nem olvastad a könyvet, akkor nem is tudod, hogy miről szól ez a történet, mondja Csőn. Hát valószínű, hogy tudod, hogy miről szól a történet, viszont van lényeges különbség a vizuális olvasás, és a film között, meg a rádió között, meg a könyv között. Azt hiszem Lóri mondta, hogy főleg gyerekkorban nagyon fontos, hogy ne a szememmel nézzem, ami történik, és a fülemmel hallgassam, hanem képzeljem el, hogy történnek a dolgok, mert ezáltal tudom a saját mozdulataimat megtanulni, vagy egyáltalán életre hívni. Úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos különbség. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ugye a hangos könyvről, meg az interneten olvasható könyvekről, és ráadásul van egy olyan laptopom, amit lapozhatok is, mert érintőképernyős, és lapozhatom, mint a könyvet, ennyit visszahoz a klasszikus könyvolvasásból. Igen, most, hogyha már szóba jöttek a gyerekek, ugye hát nyilván sarkalatos pontja az olvasási szokásoknak, hogy a gyerekkorban hogyan tanítanak meg akár olvasni, mit olvasni egyáltalán, és hogy mennyire fektetődik mostanában akár hangsúlya arra, hogy az úgynevezett Z-generációnak mennyire lehet fontos egyáltalán az olvasás, vagy a klasszikus értelemben vett olvasás, tehát a könyvek olvasása. Hát ugye erről vannak statisztikák, meg vannak felmérések, illetve tudunk olyanról, hogy azért a gyerekek csak olvasnak még, főleg akkor persze, hogyha olyan módon találkoznak először az olvasás élményével, vagy a könyvekkel, hogy a számukra tehát lényegében felkeltse az érdeklődésüket a könyvek iránt. És akkor pont ugye visszakanyarodni arra, hogy akkor azáltal, hogy olvasnak könyveket, azáltal fejlődik ugye a gondolkodásmódjuk is, bővül ugye a fantázia világuk olyan szinten. Meg megtanulják, milyen a világ egyáltalán. Igen. Honnan is lehet tanulni, meg hát a körülöttünk lévők utánzásából is. A kérdésem az, hogyha tényleg semmi klasszikus, úgynevezett klasszikus nem jut a kezükbe, akkor arra kell nagyon figyelni, hogy jó helyen olvassanak, mert rengeteg szemét jelenik meg az interneten, és hát nem biztos, hogy az arra fogja sarkalni őket, hogy kultúremberekké váljanak, mert azért ne feledkezzünk meg, ugye szó esett itt az oktatásról is, van annak egy nagyon-nagyon fontos funkciója, a szocializáció, és hál' Istennek a mai modern pedagógia hajlik arra, hogy keresi az egyensúlyt a tananyag és a kompetenciák vagy készségek fejlesztése között. Szóval nagyon, nagyon sokszor az iskola megfeledkezik arról a funkcióról, hogy ő tulajdonképpen a társadalomnak egy kicsi mása, és nem csak tölcsérrel kell a tanulók fejébe önteni a tananyagot, hanem meg kell őket tanítani, hogy milyen lesz a világ, hogyha oda kikerülnek. De hogyha innen indulunk ki, akkor például már hogyha szükség van a szocializálódásra is, akkor például könyvet csak egyedül tudsz olvasni, viszont egy filmet azt mondjuk többen is összegyűlhetnek, és mondjuk a film után megbeszélhetik az élményeiket, és ugyancsak megismerhetnek egy világot, nem muszáj ők elképzeljék, hanem mondjuk a rendező mutatja el az ő elképzelését, azon túl ő még gondolkozhat, vagy láthatja másképp a világot. Ez természetesen igaz, azért mosolygok itt magammal, mert eszembe jutott, hogy igen, úgy is lehet olvasni, hogy elolvasunk egy könyvet ötten, és utána összeülünk, és mindegyikünk megmondja, hogy mit fedezett föl abba a könyve, és akkor ilyen módon is lehet csoportosan megbeszélni. Míg hogyha tovább megyünk, hadd okoskodjak egy kicsit, látom Péter kollégám már nagyon kikészült tőlem, vagy ettől a dologtól, akkor a csoportban, hogyha csoportban nézünk egy filmet, és mit tudom, ilyen egy összeszokott társaság, akkor hajlamosak vagyunk a másik véleményére többet adni, míg hogyha magamba dolgozok föl valamit, akkor elmondom, hogy mit gondolok róla. Hát... Is. Vagy se. Na jó, hova kanyarodtunk? Igen, de hát mondjuk, igen, tehát az olvasás, ugye léteznek még elvileg, vagy léteztek, legalábbis nem tudom, hogy jelenleg vannak-e például könyvklubok, vagy olvasókörök, ugye, vagy régebben legalábbis biztosan voltak, tudunk róla.
és akkor nyilván az lehet egy szabadon működtetett könyvklub vagy olvasókör, de ennek a mintája megvan az iskolákban, vagy megvan az egyetemeken is, például, hogy akkor akár mondjuk a csoport válasszon ki egy-egy könyvet magának, amit el akar olvasni egyenként, és akkor arról majd esetleg beszámol egy következő alkalommal, arról pedig lehet beszélgetni abban a körben vagy tanteremben. Vagy pedig az a verzió ilyen, hogy mindenki ugyanazt a könyvet olvassa, és akkor arról beszélget. Tehát ezt is lehet, hát azért biztos, meg a filmet is lehet áttárgyalni. Biztos ti is vagytok úgy, hogy van olyan könyv, amit szívesen előveszel, elolvastad 2 éve, 3 éve, és eszedbe jut, és szívesen átolvasod, és második olvasatot teljesen, nem teljesen, de azért sokkal több új információt szerzel belőle, vagy nem is tudom. Hát, vagy attól függően, hogy mondjuk azt az illető könyvet ezelőtt hány évvel olvastad, az szerint is lehet különbséget felfedezni benne, hiszen te magad változol az évek során, tehát lehet, hogy másképp gondolkodsz valamiről, vagy más perspektívából nézed azt a dolgot, mint ahogy nézted azelőtt mondjuk 10 évvel. Ez így van. Írjátok meg nekünk kommentbe, vagy a YouTube csatornánkra, vagy pedig Facebook oldalunkra itt az adás alá, hogy ti szoktatok-e olvasni, illetve milyen könyveket szerettek olvasni, vagy ha nem szerettek olvasni, akkor ezt hogy oldjátok meg ennek a tehát hiánypótlását, úgyhogy várjuk a kommentjeiteket. Folytatódik az ertágító, és következik a következő témánk, ezt, hogy akkor mondjam ilyen nagyon szépen. Rupás és Csilla, Kis Lóránt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött. Főzési szokásokról, illetve utómelegítési szokásokról is fogunk beszélni. Ugyanis felmerült az a kérdés, hogy mennyire egészséges a mikrohullámú sütőben való akár főzés is, mert ha jól tudom, valaki arra is szokta használni, illetve az utómelegítés, mert ugye vannak olyanok, akik inkább főzni szeretnének, vagy szeretnek, de mondjuk az utómelegítés az valahogy úgy könnyebb, hogyha belököd, ugye hazafutsz, ott a főtétel, de már ugye a hűtőben tárolandó lehűl, és akkor azt megmelegítvén nem a gázon, ahol megfőzted, hanem a mikróba bedobod, és pár perc alatt ugye már fogyasztható állapotban van. Igen, hát a mikrónak amúgy, sőt, ha jól tudom, akkor vannak olyan országok például Európában, ilyen mondjuk Svájc és Franciaország, ahol például betiltották már, nem is tudom, jó pár éve, azt, hogy reklámozzák egyáltalán a mikrohullámsütőket. Sőt, voltak kutatások is arra nézve még 90-es évek elején, hogy mennyire lehet ez egészséges vagy káros egyáltalán a használata a mikrohullámos sütőnek. Tudjál, magának a mikrohullámos sütőnek a lényegi működése az, hogy van benne egy úgynevezett mágnes, igen. Meg is mondom, hogy nevezik ezt konkrétan, hogyha megtalálom. Lényegében ugye 2450 MHz-en működik egy ilyen fajta, vagyis az átlagos vagy általános értelmezésben vett mikrohullámú sütő, és tényleg megmondom mindjárt ezt az alkatrészt, hogy hívják. Lényegében az, hogy igen, magnetronnak hívják, ez lényegében olyan, mint egy ilyen tekercs, vagy nem is tudom mi, ez mikrohullámú hát sugárzást kelt lényegében, ezzel történik maga az étel melegítése a mikrohullámos sütőben, hogyha csak melegítésről beszélünk, és azokban az ételekben, amelyeket behelyezzünk a mikrohullámos sütőbe, ez a magnetron a sugárzása által az ételben levő víz molekulákat dolgozza meg, alakítja át, és azáltal melegszik neked az ételed. Viszont azt tudni kell, ugye meg tudjuk, akár ugye próbáltuk otthon is, hogy amikor melegítesz mondjuk a mikróba valamilyen kaját, akkor van, hogy a fele az ilyen langyos marad, vagy hideg, a másik fele pedig meleg már. Ez például előidézte olyan folyamatokat az ételben, amelyek során például olyan mikroorganizmusok szabadulhatnak el, vagy terjedhetnek el ennek a sugárzásnak a hatására, amelyek károsak az egészségre, hogyha azt az ételt ugye elfogyasztod például. Szóval ilyenek is vannak. Persze két véglet az, hogy ki mit mond a mikrókkal kapcsolatban, van, aki azt mondja, főleg nyilván a cégek, amelyek gyártják ezeket, meg ugye a hivatalos szempont az az, hogy
elvileg ezek nem károsak, ezek a dolgok, ugye a mikrohullámú sugárzásra nézve. A másik véglet pedig az, hogy igenis a legkárosabb dolog a világon. Tehát, hogy most mind a kettővel lehet találkozni egyébként, hogy utána olvasol. De most képzeljétek el, hogy mennyi minden épült erre a mikrohullámú technológiára. Hát egy csomó gyártó ráállt olyan kajákat gyártani, amiket ugye megveszel, bedobsz egy zacskóba, patogatott kukorica, tehától kezdve egészen hát a félig fölött, akármilyen mirelit ételekig. Igen, úgyhogy senkinek az érdeke nem fűződik ahhoz, hogy erről a rosszat mondjon. Azt mosolygom itt magamban, hogy olvasunk egy cikket erről most épp az interneten, és aztán ugye erről volt szó, hogy az előző blogban, hogy mit olvasunk, meg mit nem. És itt a cikk közepén megjelenik egy ajánlás, hogy a mikrohullámú sütő által kibocsájtott elektroszmognak van már ellenszere is, úgyhogy benne felébredt a gyanú, hogy ez a cikk most lehet, hogy az ellenszernek a reklámozása miatt került éppen forgalomba. De hát szerintem mindenki eldönti, mert felnőtt ember, hogy mennyit rizikózik. Hát használni biztos nem használ semmiféle hullám, hát mindenképpen mindenképpen egy kényelmi szempontot elégítesz ki maga a mikrohullámú sütő, hiszen hogyha mondjuk hazamész egy hosszú munkanap után, éppen bedobsz valamit a mikróba megmelegíteni, akkor gyorsan meg is eszed, és esetleg mész tovább, vagy más dolgod van, és nem állsz neki mondjuk főzni például, ami egy hosszabb folyamat lehet akár. De ennek is megvan a maga előnye, csak kérdés azt tényleg, hogy ez most mennyire egészséges, vagy mennyire nem egészséges. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha mikróba melegítek, akkor az lehet, hogy eltart 2 percig, ha meggyújtom a gáztűz helyett, ott 1 perc alatt megmelegszik az apró adag kaja, amit éppen oda teszek melegedni. Nem tudom, én azon gondolkodom, most figyelve titeket ezzel a témával kapcsolatban, hogy van ez a dolog, hogy igazából ha mindennek megvan a káros része, nem tudom, vagy nem olvastunk utána annak, hogy például a gázonfőzésnek is valószínűleg megvan nem is tudom, hogy hívják most pontosan azt a gáze egyveleget, ami van a palackba. Ugye az is mondjuk veszélyes, mert akár felrobbanhat mondjuk még ott főzöl vele. Lopán, tehát, hogyha innen indulunk ki, akkor lehet, hogy kint a tábortűzön való főzés lehetne a legegészségesebb, de akkor meg felgyújtod az erdőt körülötted. Tehát ilyenekbe belemenni szerintem elég felesleges, vagy nem tudom, illetve valószínűleg annó, mikor kitalálták ezt a szerzeményt, akkor lehet, hogy sokkal károsabb volt abban főzni, vagy melegíteni bármit, mint mondjuk manapság, mert gondolom, hogy odafigyelnek erre a dologra, hogy most már ne bocsásson ki olyan dolgokat, amik károsíthatják az emberi szervezetet. Mondjuk valószínűleg az sem hiába van, hogy be van tiltva, mondjuk, lásd, mondtam Franciaországot meg Svájcot, hogy be van tiltva a reklámozása. Tehát valószínűleg valami alapja van annak, hogy hát a cigaretta hogy nem okay. Reklámozása is be van tiltva, most már talán évtizedek óta. Igen, és káros is, ugye. Bemész az üzletbe, és megveszed, és elszívod azt a szállat, vagy azt a 10 szállat. Na, de ilyen alapon akkor működhet az, hogy ez is egy káros dolog, szóval azért tiltják valamilyen módon. Persze, viszont kényelmes, hamarabb megmelegszik a kaja a mikróba 2 perc alatt, mint 2 perc alatt. Akkor lehet, hogy nekem nagyon gyenge mikrohullámú sütőm van, mert én tényleg néha sokkal gyorsabban megmelegítem magát. Be lehet ott állítani az hát erősséget. Most már nem, mert a múltkor úgy kitakarítottam, hogy azóta szikrázik, úgyhogy nem fogom használni. Jó, akkor az tényleg káros. Mindegy, én amúgy annak a híve vagyok, hogy gáztűzhelyen főzzek, és inkább főzzek, de természetesen nekem sincs, vagy nekünk sincs időnk, akkor belekeverem a kedves feleségemet is ebbe a témába. Nem mindig van időnk ezzel foglalkozni, és akkor tényleg, hogyha van is főtétel, akkor is belökjük inkább a mikróba, és utómelegítjük. Bár lehet, hogy ez is csak most tényleg az a 2 perc vagy 3 perc, hogyha már azt tartom, hogy lassabban melegszik a gáztűzhelyen, akkor is könnyebb megmelegíteni, mert már eleve kiteszed a tányérba, amiből igen. De várjál, igen, mert ott van még egy másik olyan momentum, ami tehát hogyha beteszed a kaját a mikróba, azt nem kell kevergetned, ugye? De mikor a gázon melegíted meg, azt azért meg kell kevergetni néha, nehogy odaégjen. Igen, tehát, hogy plusz tevékenység neked a gázon való melegítés, ahogy még a mikróba csinálod, akkor pedig közben csinálsz mást. Igen, de most már van olyan dupla fenekű
főzőeszközök, lábosok, meg fazokak, amiben nem ég oda, meg olyan bevonata van, hogy... Hát nekem nincs olyan ott van. Nekem sincs olyan, viszont ahogy Lóri is mondta, hogy nem mindig egyenletesen melegíti meg a mikrohullámú sütő, vagy melegítő az ételt, mert ugye először, ha jól tudom, akkor előbb ugyebár az edényt melegíti fel, és utána, és mivel az edényt melegíti fel, akkor valószínűleg inkább a széle az, ami az étel széle az, ami hamarabb megmelegszik, és a közepe az meg hidegebb marad, és akkor, mikor kiveszed, akkor szintén meg kell kevergesd. Úgyhogy ezek ilyen, tényleg ilyen nagyon részletkérdések. Van olyan funkció is, hogy egyes mikrohullámos sütőknek, hogy ez a kiolvasztás például. Soha életemben nem használtam. Én sem egyébként, ugye van ilyen funkciója, a modernebbeknek. Én egyszer próbáltam, de nem sikerült. Nem sikerült, ugye. Egyszer én is próbáltam, de... Na, állítólag ugye például az meg kiváltképpen nem vagány dolog, hogyha például mondjuk ki akarsz úgymond engedtetni, vagy igen, felolvasztani. Engedtessék meg felolvasztani egy fagyott húsdarabot. Pont amiatt, mert hogyha akarsz mondjuk főzni holnap egy jó fasírtot, és kiveszed a mélyhűtődből, ugye a darált húst, azt kiveszed este, és hagyod másnapig, hogy engedjen ki magában. Az, hogy elfelejtett kivenni. Igen, de maguk azok a folyamatok, amikor kiolvad egy hús neked, ami be volt téve a mélyhűtőbe, azt ugye azt sem ajánlják például, hogy meleg vizet tegyél rá, mondjuk hideg vizet tehetsz rá, de meleg vizet nem szabad például rátenni, amikor főleg ugye még fagyos, mert hogy nem egészséges. Tehát kicsit elkezd majd neked főni lényegében az a kiengedni való húsod, és ugyanez a folyamat működhet ugye a mikrohullámos sütő szempontjában, szerintem, hogy beraksz egy darab fagyos valamit, és az neked 2 perc alatt elvileg kiengedtető, vagy nem tudom, mit csinál, hát ez most mennyire lehet egészséges? Nem egészséges, de nem tudom, hogy azért a mai modern társadalomban mennyire luxus dolog az, hogy tényleg minden ilyen nagyon egészséges legyen, és tényleg mindenre legyen időnk odafigyelni, hogy most mit teszünk, meg hogy melegítjük, meg hogy kavarjuk, meg stb. Amúgy most így belegondoltam, hogy tényleg ez egy ilyen tényleg nagyon pót dolog ez a mikrohullámos sütő, és így kicsit így belegondoltam, hogy igazából el tudom képzelni az életemet, hogyha nem lenne ott a konyhában. Az valószínűleg ezzel sok milliárd ember így van egyébként szerintem. Nekem nagyon sokáig nem volt a konyhámba, azért, mert én is úgy gondoltam, hogy ez nagyon káros, és akkor megszabadultam tőle. Nekünk egyszerűen nem volt rá pénzünk. Csak a hús kiengedésről jutott eszembe, hogy én nem voltam egy kémia rajongó, viszont biztos vannak a hallgatók között olyanok, akik igen, és azok pontosan el tudnák mondani azokat a folyamatokat, amik lejátszódnak, amikor lefagyasztunk és kiolvasztunk bizonyos élelmiszereket. Mondjuk annyi tapasztalatunk lehet, ilyen józan paraszti ésszel szerzett tapasztalat, hogy változnak az ízek mindenképpen, és vannak olyan ételek, amik nem is finomak, hogyha lefagyasztod őket, és utána kiolvasztva próbálod megenni, vagy felhasználni nyersanyagként. Ami nagyon-nagyon finom, és most a mikrohullámútól eljutottunk a mélyhűtőig, ami nagyon finom fagyasztva, és azt ki se szabad olvasztani, mielőtt megeszi az ember, azok általában a gyümölcsök, a fagyasztott gyümölcsök, például a szilva, az eszméletlenül finom, fagyosan, viszont hogyha kienged, akkor már nem használható semmire. Akkor kérdezek valamit ezzel kapcsolatban, ugye, mondjuk ez fagyasztási szokások, nevezzük akkor így. és ugye ott vannak, hogyha már mondtad a gyümölcsöket például, ugye mondják azt sokan, akár ilyen, hát nem tudom, dietetikusok, hogy minek nevezik őket, hogy például, hogyha ugye te elkezdesz mondjuk párolni, főzni egy zöldséget akár, hogy az veszít a vitamin értékéből, a fagyasztásra gyümölcs esetében nincs ilyen dolog? Nem tudom, nem jártam utána, és nem vagyok egy ilyen akármilyen étrend szakértő, ezért kezdtem azzal, hogy a kémiát azt nem szerettem, nem tartozott a kedvenc tárgyaim közé, de milyen érdekes, a kémia tanáromnak a neve az egyetlen, ami megmaradt teljességgel és gondolkodás nélkül a fejemben mai napig, pedig igen, rég voltam középiskolás. Akkor komoly kémia tudásod van, egy név. Na hát lehet erről egyébként vitázni, meg pró és kontrát mondani, meg hangoztatni. Aztán mindenki döntse el, hogy hogyan tovább. I got to move.
Folytatjuk az értágítót a következő témánkkal, Rupás és Csilla, Kis Lóránt és Lenkár Péter a mikrofonok mögött. Ugyebár felmerül egy olyan téma, ugye szoktunk ilyen kettős dolgokról beszélni, mint ahogy az előző témánk is, hogy mi bemelegítsük meg az ételünket. Ez most például arról szól majd ez a téma, hogy a bankkártyát részesítjük-e előnybe, vagy pedig a készpénzt. Nekem erről a szóról mindig az jut eszembe, hogy gyermekkoromban mindig úgy írtam le, hogy készpénz. Ugye úgy is fogod a kezedbe, úgyhogy számomra tök logikus volt, hogy miért is hívnák úgy ezt a dolgot, hogy készpénz. Persze kész van a pénz, ez is logikus, de hogy a kezedbe fizeted ki, és a kezed segítségével, teszed be a pénztárcádba, vagy a zsebedbe, és akkor miért nem készpénz? Akkor a kártya meg a banké? Hát mert bankkártya, nem a tildakártya. Zsebpénz pedig... Hát amúgy az övé, nem? A zsebpénz pedig a zsebél, mi? Hát ez tök logikus lenne. Na de készpénz vagy bankkártya? Nekem nagyon tetszik a készpénz, mert manipulálható, fogdosható, kéz bevehető, viszont sokkal praktikusabb, hogyha az ember nem kell zsebet nyomó aprókkal... Nem közlekedik zsebet nyomó aprókkal szanaszét. Hát az én esetemben mondjuk azt mondhatom, hogy ha van a bankkártyámon pénz, akkor használom róla. Mármint, hogy akkor használom a bankkártyát. Ha nincs rajta pénz, akkor meg nem használom a bankkártyámat. Tehát ennyi. Egyszerű. Egyébként meg jó kicsit az izé, de hát valószínűleg egyszerűbb sok esetben az, hogyha bankkártyát használsz, ugye utazáskor is lehet, biztonságosabb is valamilyen szinten, ugye, mert hogyha mondjuk ki is rabolnak, akkor azt a kis vaskos pénzköteget ugye elveszíted azáltal, kirabolnak, viszont ha a bankkártyát lopják el, akkor azt mondjuk le tudod tiltatni, tehát nem biztos, hogy hozzáférnek a pénzedhez. Ja, ugyanúgy megvannak ennek is az előnyei, mint ahogy mondotta ezt, hogy ha ellopják a kártyádat, akkor nem feltétlenül tűnik el a pénzed, illetve bizonyos utána járás után megoldódhat ez a probléma. Viszont lehet, hogy nyugaton vagy fejlettebb országokban már mindenütt lehet kártyával fizetni, de mondjuk jelen esetben itt akár Székelyhídon, akár Bihar megyében, bárhol vannak olyan helyek, ahol effektív nincs olyan kártyakezelő, nem is tudom, hogy hívják ezt pontosan, kanál is, amivel összeköttetésben van egy adott bankkal az a vendéglátóhelyiség, vagy akár egy élelmiszerbolt, és effektív, hogyha nincs nálad készpénz, nem tudod, hiába van pénz a kártyádon, és simán ki tudnád fizetni, ott maradsz azzal az üveg ásványvízzel a kezedbe, és szomjahalsz. Vagy szomjahalsz, igen. Én mondjuk láttam olyat ellenpéldaként, ugye mondhatod, hogy nyugati ország, vagy feltebb országokban azért már az elterjedt, hogy bankkártyával lehet fizetni, viszont láttam egy olyan videót még jó múltkorában, és ha jól emlékszem, akkor Indiában volt ez lefilmezve, hogy hát ugye kódusokat tudjuk, hogy hogyan működnek, amikor pirosnál megállnak az autók, akkor jönnek a kódusok, és akkor kéregetnek az autósoktól. És volt egy ilyen helyzet, itt mondom Indiában volt szerintem, megálltak autók a stopplámpánál, és az autó mellé érkező kódus, egy idősebb férfi volt, kivett a szatyrából egy POS automatát, tehát egy kártyaolvasót vett ki, és azt nyújtotta be a kocsiba, hogy lehet azzal is neki adni pénzt. Tehát, hogy nem muszáj az illető autósnál legyen készpénz, mert ő elfogad bankkártyát neki is. Neki van amúgy banki számlája. Van bankszámlája. Hát hallottunk már olyan esetről, hogy a koldus az sok millióval a dunyhás vagy tollas párnába, vagy a dunyhájában toll helyett milliók voltak összegyűjtve, mégis eljárt koldulni, és aztán csak akkor derült ki, hogy milliómos, mikor már nem volt az élők között, lehet, hogy van olyan koldus, akinek a offshore számlája van valamelyik mit tudom én, milyen szigeten. Én is későn csöppentem bele ebbe a bankkártyás világba, én is a készpénz híve voltam nagyon sokáig. Aztán, amikor elkezdtem dolgozni, és mit tudom én, pár év után kártyára kaptam a fizetésemet, én azt vettem észre, hogy
illetve nem csak én, hanem mondjuk a környezetemben sokan, vagy a kollégák, akikkel ugyanazon a helyen dolgoztunk, hogy azután, hogy megtörtént ez a tranzakció a bankkal, ugye szóltak, hogy megkaptad a fizetésed, és a munkából egyenesen mentél az automatához, hogy kivedd magát a készpénzt, tehát effektív tudatosítani kellett saját magadban, illetve a társadalomban, hogy nem feltétlenül ez az első számú dolog, amit el kéne végezni, hanem jó az, vagy effektív csak egy részét vett ki. Tehát én például annak a híve vagyok, hogy általában hagyok itt is, meg azért hagyok otthon is, hogyha tényleg az opció él, mint amit az előbb felvázoltunk, hogy tényleg vannak olyan dolgok, amit nem tudsz bankkártyával kifizetni. És ugye ennek okán látjuk sokszor azt, hogy a különböző bankautomatáknál hosszú sorok állnak. Igen, erre is ki akartam térni, hogy például egy adott esetben egy cipőgyárban, ahol ledolgozik egy ember 8-10-12 órát, utána még hazafele menet még kiállja azt a hosszú sort, ahol lehet, hogy nem 10 perc, vagy nem fél óra alatt intézi el ezt a készpénz felvételt, hanem akár egy óráig, vagy akár több ideig is. Az rendben van, ott kell még álljon. Ha egy kicsit szétnézünk itt a közvetlen környezetünkbe, akkor nagyon sok olyan nyugdíjas néni van, akinek ugye nem a postás hozza, hanem már a nyugdíjakat is divat bankszámlára utalni, és egész egyszerűen vagy el se tud jönni egy automatáig, hogy kivegye a pénzt, mert olyan állapotban van, és akkor rábízza másokra, vagy pedig, hogyha eljön, akkor fél hozzáérni, vagy fél működtetni ezt az idegen, olvashatatlan, megfejthetetlen masinát, ami így okádja magából a pénzt. Nekem erről azért az a véleményem, hogy persze én fiatalabb vagyok, de ebbe most nem menjünk bele, mert mindig könnyebb azt mondani, hogy hát én nem értem, és stb. Jó, tudom, vannak extrémebb esetek, hogy mondjuk nem lát, meg tényleg nem tud menni, de minden oda van írva, tehát hogyha egy pici fáradtságot vesz bárki, akkor azt láthatja, hogy nem azért vannak azok a készpénz kiadó kis monitor dolgok, hogy elvegyék a pénzedet, mert azért ezt szögezzük le, azért benne van ez minden emberben, hogy azt hiszi, hogy ha én kártyára kapom a pénzt, akkor biztos nem kapom meg mindet. Vagy hogy azért van egy ilyen félelem, és hogyha én beteszem azt a kártyát, és rosszat nyomok, akkor kész, nem látom többet a pénzemet. Tehát van egy olyan is, hogy bizonyos tranzakciókért felszámolnak azért pénzt kártyás fizetéskor is, attól függ, hogy hol fizetsz, vagy hogy éppen milyen bankkal, vagy szerződésben, vagy tévedek? Hát mondjuk, ha egy sima vásárlást bonyolítasz le kártyával, akkor nem hiszem, hogy történik ilyenfajta plusz díj felszámolás. Esetleg abban az esetben igen, hogyha mondjuk utalsz el pénzt, meg hasonló, akkor igen. Vagy lehet, hogyha nagyobb összegről van szó, akkor lehet, hogy megtörténhet, de nem hiszem. Tehát, hogyha mondjuk te például kártyával fizetsz ki egy sört, amit ittál, az ugyanúgy mondjuk lesz 5 lej, mint hogyha a készpénzre fizetnéd ki, tehát nem lesz neked le többet a kártyáról. Az árösszegétől függ egy, tehát egy nagyobb tranzakció. Azt mondom, az lehetséges, hogy abban az esetben igen, de nem tudom, hogy... Igaz, hogy én még nem próbáltam, de hallottam róla, hogy vannak olyan előnyei is a bankkártyának, hogy akkor például nyugodtan adhatok egyet a gyermekemnek, és lelimitálhatom, hogy mennyi pénzt használhat naponta róla. Ez egy nagyon jó fajta tanítás szerintem. Pénz hát, vagy azt neki minden nap vagy... csak 5 lejt. De ugye beszéltünk már hanem a borravaló kapcsán, ugye volt már egy értelgítókban ez a téma, hogy például ami negatívumként hat, például, hogyha elmész egy étterembe, és szeretnél borravalót adni, mert kedvesek voltak a pincérek, a felszolgálók, de nincs nálad készpénz, és csak kártyával tudsz fizetni, hogy akkor mi a megoldás? Én ezt tudom. Ugye, hogy? Alkalmaztam is egyébként nem régiben így dolgot. Hogy? Hát egyszerűen a feleségemmel ebédeltünk egy étteremben, nem a környéken, hanem egyik Marosvásárhelyen, és bankkártyával akartunk fizetni, és egyszer, amikor kikértük a számlát, hozta ugye a bank, a kártyaolvasót is a pincér, és akkor, amikor levette a pénzt, az összeget, amit fogyasztottunk a bankkártyáról, akkor még mellé tettem a számla mellé, tehát előtte egy bizonyos összeget. De nincs nálad készpénz, én ezt mondom. Ah. Na, érted, tehát azért én egy picit kisarkítottam az extremitásig, tehát tényleg nincs nálad egy banise.
Tehát ebben az esetben nem tudod megoldani, hogy hát akkor még üssél oda még pár lejt, amit... De ez akkor probléma, hogyha... Szóval attól függ, hogy milyen megegyezés van a főnök meg a pincér között, mert van olyan vendéglátóegység, ahol hiába az borravalót, az úgyis a bossznak a zsebébe hát száll. Jó, igen, ebben most tényleg nem megyünk bele. És akkor már teljesen mindegy. Megoldható, hogyha van melletted valaki, akinek van készpénze, és ja, akkor persze. Kifizeted az ő kajáját is, ő pedig odaadja annak a zárált készpénzbe, és akkor te azt odaadhatod. Mondjuk a másik dolog, tehát ennek kapcsán, itt Romániában még azért nincs ennek beszokása, de már Magyarországon is egyébként, meg még nyugatabbra főként, hogy ugye eleve bele van számolva a fogyasztásodba a szervizdíj. És akkor az a borravaló lényegében, tehát bankkártyával is hagysz lényegében akkor borravalót, tehát hogy ugye, ennyi. A bankkártyák fejlődését beszéljük meg egy picit, mert hogy ugye régen úgy működtek, vagy gondolom most is működnek úgy is, hogy ugye be kellett tenni a kis kártyaolvasóba, ami leveszi a pénzt, és be kellett ütni a kis 4 számból, vagy akárhány számból álló kódodat, de manapság ugye most már elég, hogyha csak hozzáérinted ehhez a kártyaolvasó tranzakció lebonyolító kis szerkezethez. POS-hez. Még egyszer? POS-hez. POS-hez. POS-hoz. És nekem például felmerült egy ilyen kérdés, bár lehet, hogy hülyeség, de tényleg nem értek hozzá, hogy például, hogyha nagyon közel megyek egy ilyen kártya leolvasóhoz, akkor az így nem vonja le azt az összeget? Vagy például ugye bonyolódik a tranzakció, én vásárolok valamit, és az illető ugye ő bekelüsse abba a kis POS-be az összeget, de mi van, hogyha egy nullával arrébb üt egy tizedes veszőt, és nekem nem mutatja meg azt a készüléket, hogy mennyit ütött be, mondjuk lehet nem direkt csinálja, hanem effektív véletlenül üt egy tizedes veszőt túl, és már meg is történik ez a kis pittyegés, és levon egy nullával többet az én kártyámról. Hát valószínűleg tartom, hogy akkor mert egyszer csak elő észreveszed, amikor megnézed a bankkártya egyenleged, és akkor járhatsz utána, hogy hol történt ez az átverés, vagy... Vagy hiba, mert vagy még hiba, egyszer persze, nem feltétlenül átverésre gondolok. Attól függ, hogy milyen nagy az összeg, mert lehet, hogy mit tudom, 10 lej különbséget észre sem veszel. Úgy például már jártam, hogy fizettem kártyával, és... úgy volt beállítva a telefonomra, hogy kapok SMS-t, hogy mennyit vontak le, és kétszer kaptam meg azt az összeget, és aztán visszamentem a boltba, és mondtam, hogy mi történt, és mikor visszanézték a kártya olvasóba ezt a tranzakciót, náluk már csak egyszer szerepelt, és aztán bementem a bankba is, és ott azt mondták, hogy valószínűleg majd egy következő vásárláskor nem vonja le, illetve azt a különbséget helyre rakja. És ez meg is történt pár nap után. Mondjuk akkor ez rendszerhibának tekinthető. Igen, ez egy rendszerhiba volt, véletlenül a bank kétszer vonta le, de pár napon belül ez sikerült helyre. Mondjuk régebben azt tudom biztosan, hogy úgy működött ez az érintő jellegű dolog, hogy limitálva volt az, hogy mennyi összegig lehet csak érintéssel fizetni, az pedig, amire emlékszem, az 100 lej volt a maximális összeg, anélkül, hogy be kelljen csúsztatni és beírni a PIN-kódot, tehát akkor ilyen szempontból valamennyire védve vagy ezáltal. Hát jó, csak nem mindenkinek mindegy, hogy most, mit tudom én, 80 lejt így. Persze, persze, tehát ez nem, hogyha mondjuk nem vásárlásnál, tehát mondjuk nem egy boltban történik, hanem mondjuk egy vendéglátó egységben, akkor olyan, azt hiszem, hogy volt is már példa, ahol dolgoztam régebben, hogy többet vett le a kártyáról a POS, mint amit kellett volna, tehát hiba miatt, és visszaadták azt a pénzt készpénzben. Uh-huh. Tehát, hogy ne legyen az most akkor bankot járni, meg a klienssel hercehurcázni, hanem akkor azt nyilván visszaadták, mert az a pénz is befolyt a bankszámlára, de azt az összeget pont visszaadták készpénzben, tehát hogy ez megoldható. Amúgy meg észreveszed, hogyha többet vonnak le, mert hogy kapsz róla egy cetlit. Csak nem mindig nézed hát meg? Hát ez meg a másik betegsége a társadalomnak, hogy azt így dobjuk el, vagy el se vesszük. Hát akkor meg már te hibád is részben. Vagy nincs nálad a szemüveged, és nem látod. Na jó van.
utolsó blokkjához érkezett a mai értágító. Furcsa sportokról fogunk beszélni. Belefutottam nem is olyan rég egy olyan cikkbe, hogy ha jól emlékszem, Oroszországba rendeztek bajnokságot, pofozó bajnokságot méghozzá, ami úgy néz ki, hogy két ember odaáll egy asztal két oldalára, és három kör, tehát három ütése van mindenkinek. Hogyha egy ütés kiüti az ellenfelet, akkor természetesen megvan a győztes, de ha lemegy a három kör, akkor az aktuális zsűri dönti el, hogy kiütött nagyobbat, vagy szebbet. Nem is tudom, ez... Szerintem csak azért nem találkoztál ezzel a sporttal ez idáig, mert nem, még nincs gyerekem, nem nézted. Tudom. Ez az egyik, a másik pedig, mert nem szereted a Bud Spencer-es filmeket, mert ott azért volt ilyen jelenet, amikor... Sőt, a magyar népnyelv és ismeri ezt a sportot, úgy hívják, hogy szilvásdi. Igaz, hogy az egy oldalú, de... Az énekettek ők kategória? Igen. Illetve azóta belefutottam egy olyan hírbe is, ami nem is olyan régi, hogy Magyarországon is szeretnék ezt a sportágot beintegrálni a köztudatba, és június 23-án lesz egy ilyen jellegű verseny, és még mindig várják a pofozó bajnokságra a jelentkezőket, úgyhogy az Egy hülye század csinál című mondás jutott eszembe. Delegáljunk valakit. Jó, Csilla, menj nyugodtan. És aztán utána néztünk itt a kollégákkal, hogy ha létezik ez a hülye sportág, akkor valószínűleg létezik más hülye sportág, és aztán mikor néztük ezeket a gyűjteményeket, akkor rájöttünk, hogy mi már hallottunk egy jó pár ilyenről. Nekem két kedvencem van egyébként, amiket kiemelnék. Az egyik az az extrém basolás, bár ezt egyszerűen nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezt hogyan lehet, nem tudom, hogy díjazzák, vagy... Ha túléled, akkor már az maga egy díj, ugye? Lehetséges, ugye, mert vannak olyan, tehát tényleg vasalás, képzeljünk el a klasszikus értelmében, tehát vasaló asztallal vagy deszkával, és egy, hát gondolom azért villanyvasalóval működik, de az extrém dolog benne az, hogy hol történik maga a vasalás. És vannak olyan helyszínek például, hogy hát nem is tudom, hogy ez hegymászó, illető egy sziklafal fellógatva lényegében, és elé van lógatva például a vasalóasztal is, és ott vasal egy ilyen, ki tudja milyen szakadék, hát nem tudom, magasságában. Ebben mondjuk, ezzel nekem mondjuk annyi problémám van, hogy nem látom benne a sport. Hát én is ezt kérdeztem, hogy ebben mi a, tehát hogy ezt díjazzák, vagy mit csinálnak, hát az hogy mi számít benne. Az de szerintem azért válasszuk el az extrém sportokat, mert azt szerintem tehát az egy másik kategória. Tehát azért mondjuk nekem a lábúj szkander keltette fel például az érdeklődésemet, és az mondjuk a bungee jumpingtól elég távol áll. Szerintem folytathatjuk a vitát ott, hogy akkor mi a sport, meg mi nem. Az, ami mozgásban van, vagy mozgásból történik, és hát úgy jó, de vasalni mondjuk futva, is sem nevezett futva sportnak. Illetve elég leredukálja mondjuk a mozgás igényét. Tehát érted, hogy mit akarok Értem, mondani? Persze a saktáblánál se kell túl sokat mozogni, hogyha eszembe jutott. Extremitásnál maradva, és nem sporthoz tartozik, bár lehet belőle sportot űzni, az a házasodás, mert én láttam olyan házaspárt, ahol a pap is föl volt kötve egy derekánál fogva egy ilyen tartor, és valami eszméletlen szakadék volt alattuk, és ott mondták ki a boldogító vagy boldogtalanító igent, amire én szívesen beneveznék most az utóbbi időben, erre jöttem rá, az a mobiltelefonhajító verseny. Az is lehetne egy sport, de nekem eszembe jutott az extrém vasalás kapcsán, hogy ott mit lehetne díjazni, illetve hogyan működhetne maga a sport, hogy lenne egy olyan zsűri vagy bizottság, amelyik rangsorolná és azt díjazná, hogy kinek sikerült legszebben a vasalása. Nem? Tehát mondjuk oda tesznek, kapsz egy fehér ringet, na azt vasalt ki valamilyen extrém körülmények között, akár hófötte jégmezőkön, nem tudom hol, vagy fellógatva a sziklafalon, vagy máshol, hogy mennyire szépen precízen van kivasalva az a fehér ring. Hát ilyen lehetne, persze ez most csak az én fikcióm, de a másik kedvencem, amit itt találtam viszont, az a shockbox. Na hát igen, annál én is elveszítettem a tűrőképességemet. Tehát egy kört boxolnak a felek, egy normális ringben, és a következő körben pedig
sakkoznak egy kört. Vagy ez tehát, a box duatlon, vagy a sakk duatlon, ugye? Mert egy két számban indulnak a versenyek. De hogyha akkora ütést mér az egyik fickó a másiknak, hogy effektív azok az agysejtjei halnak el, amivel az előző lépést, vagy a következő három lépést kigondolta, akkor mi történik? Hát akkor nem üt a sakktárban, hanem üt megint a ringbe majd. Ez ilyen totál technikai káó, tehát hogy a sakktáblán is és a ringbe is. Az előbb megemlítettem a lábúj Skandert, de azért erről szerintem beszéljünk egy kicsit, mert amúgy talán azt hiszük, hogy ezek ilyen nagyon új keletű dolgok, ez már a 70-es évek óta. Amúgy hozzátartozik itt az egyik oldalon, amit én találtam, itt rengeteg Angliához kötődő dolog van, tehát nem tudom, hogy mennyire az angolok viszik a prímet a hülyeségben, de például ez a lábúj Skander is már a 70-es évek óta világbajnokságot is szerveznek ebben a hát nagyon különleges sportágban. Hát gondolj bele, mondtad ugye, hogy 1970-ben találták ki, mégpedig egy kocsmának a vendégei, hogy közben söröztek. Hát nem evidens, angolokról nem, van szó. Nem feltétlenül gondolom, hogy a sör váltotta ki hát ennek a dolognak az elindítását. De lehet közben sörözni. Vagy persze, hogy nem. Tehát ki van nyújtva a lábad, ugye az ellenfélnek szintén veled szemben, fekve vagy félig fekve, mind a két karodban vagy kezedben lehet egy kósósör közben, szóval nem lehet ez a probléma. Itt, vannak ilyen taktikai húzások, hogy mondjuk egy hétig nem mosol lábat? És igen, akkor már lehetséges. Ezzel is elősegíted a győzelmedet, hogy picit megkábítod a másik fickót? Vagy itt is használnak van ilyen magnéziumpor például őt a lábakra, hogy ne csúszsonak, ugye a kezeknél még lehet használni. De a másik fickó is a lábával, és ha elég hosszú, akkor nem ér el az orrodig, Péter. Itt valószínűleg az lehet... A szag az eljut az orrodig, tehát ez nem a lábad hosszúsága határozza meg. De vannak itt még érdekesebb, nagyon extrém sportok is, ha elszakadhatunk a lábúj Skandertől, a lábmerülés például. Az akár a... Jaj, lábat értette. De lábmerülés, az akár a visszabirkózásnál is érdekesebb lehet bizonyos szempontból. Jó sok gyakorlatot igényel valószínű, és jó sok lápot. Ugye 1970-ről beszéltünk, de van itt 15. századi hagyományokra visszanyúló, ugyancsak angliai sport. Ugye ez arról szól, és úgy hívják, hogy sajtgurító verseny. Ez arról szól, hogy egy dombról le kell gurítani a sajtodat, és utána futni, és ha lehetőleg a domb alja előtt még elkapd azt a sajtot, hát ezekről láttam videókat, és elég vicces, mikor az úri ember vagy az úri hölgy effektív úgy gurul, hogy megelőzi a saját sajtját, és hamarabb ér le a domb oldalra. Elég érdekes dolog ez is. Nekem jobban tetszik ennél egy kicsit a nyúlugratás. Az is a 70-es években alakult ki, mondjuk, mint a másik, az angliai dolog, de ez Svédországból indult, és a 90-es években vált népszerűvé, sőt aztán meghajtotta egész Skandináviát szinte, sőt átjött Németországba, Svájcba, Nagy-Britanniába a dolog. Még Japánban és Kanadában is tartanak egyébként ilyen nyúlugrató versenyeket. A nyusziknak legalább 4 hónaposnak kell lenniük egyébként, és 8-12 akadályt kell átugraniuk, maximum 2 perc alatt. Ja, azt hittem, hogy azzal kell ugratni, hogy ott a répa, de nincs ott. Vagy. De ha már Skandináviánál tartunk, Finnországban van nagy hagyománya, és azt hiszem Csilla említette a mobilhajító versenyt. Nem tudom, hogy te azt hitted, hogy poénkodik, de amúgy tényleg van ilyen. Na, akkor még jobb. És több kategóriába is lehet mobiltelefont hajítani, mert díjazzák a távolságot, ami ugye a leglogikusabb, de az esztétikáját és a koreográfiáját is a hajításnak díjazzák, úgyhogy ez egy elég komplex sportág lehet. Nagyon komplex sportág következik, ez is kartoncsővívás. A kartoncső vívó szövetség leginkább feszültséglevezetés céljára jött létre az Egyesült Államokban, hát hol máshol, és egész csatákat vívnak kartoncsövekkel. Ez 2007-ben indult világhódító útjára. Van egy, ha már Anglia meg Amerikán túl vagyunk, meg Skandinávián, akkor van egy nagyon érdekes japán játék, aminek az a neve, hogy Bo Taoshi,
és ennek óriási kultúrája és hagyománya van a Szigetországban. Ez egy elég érdekes csapatsportág, 75 fős csapatok játsszák ezt. A lényeg az, hogy egy ilyen kis, hogy is mondják ennek, hát egy ilyen kör alakba összeállnak, és a kör közepén egy bójára fel kell álljon egy ember, és a másik csapat ezt meg kell támadja. De ilyen fizikai kontaktusok mennek végig, tehát ilyen elég brutális dolgok. Egyszer megpróbáltam végignézni egy ilyen játékot, hát nem kimélik egymást. Szóval a lényeg az, hogy le kell szedni azt az illetőt, aki képviseli azt a csapatot, és az ellenfél csapat tagja kell ott maradjon. Ha jól látom, 3 percig tart ez egy ilyen menet. Úgyhogy vannak ilyen dolgok. Szerintem egész csapat taktikai megbeszéléseket tartanak, hogy ki a védő, ki a támadó, melyik csapatból fallangzba állnak, hogy ne férjen oda az ellenfél csapat az oszlopos Simeonhoz. És igazából most jutott még eszembe egy, azt, ha jól tudom, neked mutattam. Olaszországban zajlott egy ilyen, hát ilyen labdarúgás és birkózásnak volt az ötvözetben. Hát meg rögbinek is talán valamilyen módon. Igen, de talán inkább rögbi és ilyen street fight, ilyen elég szabadfogású ütések zajlottak. Tehát egy ilyen nagy arénát képzelj el, körülbelül egy ilyen spanyol bika futtatós viadalos arénát, és ilyen nem is tudom, homok vagy salak volt a pályán szétszórva, és ilyen félmeztelen levetkőzött ilyen 100 és 200 kilós közötti fickók voltak, és verték egymást, és nem nagyon jöttem rá a logikájára. Én sem, mondjuk. A lényeg. És a labdát át kellett vinni a másiknak. De úgy tűnt, hogy élvezték egyébként. Igen, és rengetegen voltak a stadionban. Hát de azt mondod, Péter, hogy nem nagyon jöttél rá a logikájára, én gondolkodhatnék rajta, ha éppen arra lenne időm, és még mindig nem jönnék rá a logikájára annak, hogy miért háborúznak egymással az emberek, nem kell ahhoz sportolni. Hát azért, mert a férfiak így vannak összerakva, hogy verekedniük kell. Na, hát a nők is tudnak verekedni, és szoktak is, sőt, durvábban, sokszor durvábban, mint a férfiak akár. Na, de hogyha a nők és férfiak már, akkor egy újabb sport, ez a feleségcipelés. Olyat már láttam. Ez a finnek fejéből pattant ki egyébként. Azt most pontosan nem tudom, nem látom, hogy mikor, milyen időben, de a lényegben az, hogy egy bizonyos terepályán kell az asszonykát felkapni, és végigvinni vizes árkokon, meg mindenféle felületeken. A nyertes a feleségének a súlyával megegyező mennyiségű sört kap, tehát a tét igen nagy. és nemes. És azt is írják egyébként, hogy mondják, hogy nem muszáj nő is legyél, hiszen ha nincsen feleséged, is benevezhetsz ebbe a sport dologra, versenyre, mert bárkit felkaphatsz, esetleg a tömegből, akit meglátsz, aki elmúlt 17 éves már. És remélhetőleg azért van egy kis súly rajta, hogy kapjál egy csomó sört, ha nyersz. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti milyen extrém, vagy hát nem extrém, hanem inkább maradjunk a furcsa megnevezésnél. Sportokat ismertek, vagy hallottatok róla, ezt megtehetitek különböző platformjainkon, vagy honlapunkon, vagy Facebook oldalunkon, esetleg YouTube csatornánkon, ahol ezt az értágítót is megtalálhatjátok és meghallgathatjátok. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Hello! Mindenkinek szép napot! Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!